elrajtolnak a mezei futóverseny résztvevői, egészen pontosan a harmadik korcsoport. De nem csak ők, hanem kisebbek és nagyobbak is rajthoz álltak ezen a héten szerdán, a körzeti verseny hajdunánási állomásán, ahol szokás szerint Tanner Márta tanárnő és kollégái vezetése mellett tartották meg az eseményt népes indulói létszám mellett. Nagyon örülök neki, hogy Tisza Gyula háza újra bekapcsolódott a versenyünkbe. Görbeházáról jöttek még gyerekek, Hajdúdorogról és Hajdunánás általános iskoláiból. Polgárról is szoktak még érkezni gyerekek. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem tudtak eljönni. Pedig az időjárásra nem lehetett panasz. Talán még túlságosan is meleg volt. Ennek ellenére nagyot küzdöttek egymással a gyerekek. Gyere! 2010-2011-ben született gyerekek indultak először. Külön gratulálok nekik, hogy ebben a melegben ilyen nagy létszámmal vettek részt a versenyünkön. Ők az első korcsoportosok, 500 métert futottak, egy hatalmas nagy kört. Második korcsoportosok a 2009-2008-as születésű gyerekek, ők 1000 métert futottak. És már nagyobb kitartásra volt szüksége a harmadik korcsoportosoknak. A lányok 1500 métert futottak, a fiúk 2000 métert futnak, épp most tartanak azt hiszem a harmadik körnél. Emellett pedig ott volt még a negyedik korcsoport is, ahol a lányok 2500 métert, a fiúk pedig 3000 métert futottak. A cél minden korcsoportban ugyanaz volt, eljutni a debreceni megyei versenyig, ahová a legjobbak kvalifikálták magukat. Köztük volt a második korcsoport győztese, Horváth Hanna is, aki igen komoly kajakos múlttal rendelkezik. Nagyon nehéz volt, mert meleg volt, és nem alig kaptam levegőt. Hát a technikám az az volt, hogy nyújtottam a futást, és... hát így könnye volt. Amikor beértem, akkor nagyon örültem neki, és hát boldog voltam. A legkisebb korcsoportban a lányoknál Kis Rebeka győzött, aki a református általános iskola tanulója. Amúgy is gyors vagyok, meg a testvéremet is leszoktam előzni, meg még szoktam a suliba sokat futni. Nagyon örültem neki, hogy első lettem, mert még ilyen futásokban sose voltam első. És örültem neki. A 2008-2009-ben született fiúknál görbeházi sikernek örülhettek. Tóth Sándor eredménye talán nem is volt meglepő, hiszen a Debreceni Labdarúgó Akadémia tagja. Nagyon fárasztó volt, mert meleg is volt, meg az első kör után már el is fáradtam, de még végig tudtam futni. Elején ott maradtam a többieknél, és még ott első kör végén megpróbáltam őket leelőzni, és sikerült. Ebben a korcsoportban Hajdúdorog érem is született. Bence Hangasára kézilabdás rutinját használta föl a futásban. Nekem nagyon tetszett, de hát nagyon meleg volt, és már alig bírtam levegőt venni. Nagyon jó elsőnök, azt hittem, hogy negyedik lettem, de hát végül harmadik lettem, és nagyon örülök neki. Nagyon tetszett, mert még elsőnek voltam. És a osztálytársaim is hát nagyon jól szerepeltek szerintem. Lehet, hogy nem értek el helyezést, de ügyesek voltak azért. Ügyes volt mindenki, mindenki, aki részt vett ezen a versenyen és teljesítette a kijelölt távot. Köztük volt Tisza Gyula házáról Csizmadia Regina is, aki most egy picit javított a tavalyi teljesítményén. Nagyon izgultam, és most 5. helyezőt lettem. Tavaly 6. voltam, és ez most szerintem jó lett. Úszás, lovaglás, biciklizés, futás, ezek Regina kedvenc sportjai, amiket szorgosan mivel is. Szerencsére elmondható volt, hogy a versenyen résztvevő legtöbb gyermek mind sportol valamit. A legjobbak pedig egész biztos, hogy még futni is fognak, hiszen részt vehetnek a megyei döntőben is. Debrecenben lesz a folytatás jövő héten szerdán, az iskolánk is szervez erre egy autóbuszt, és reméljük, hogy az előző évekhez hasonlóan 2-3 csapatunk is érmes helyezést fog elérni, és tavaly is sikerült egy csapattal az országos mezei futóversenyre kijutni. Remélhetőleg a megyei versenyből is lesznek majd továbbjutók az országos versenyre. Hajdunánáson viszont legközelebb tavasszal találkozik majd a népes gyereksereg, hogy összemérjék a tudásukat.